Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Hát megérkezett az a dologok egyike a kapun belőle, a házon belőle, amiről már lemondtam. Az Amazon.de-n megtaláltuk a Jagdpanzer 38 Hetzert, és hát itt van. Utolsó darab jött el, azt kell mondjam, és nem azért mondom, hogy más meg se próbálja. Meg lehet próbálni, nem tudom, hogy esetleg az a, mert az Amazon is egy ilyen gyűjtő oldal, hogy esetleg más cégeknél megvan esetleg is előkerül, de egy repülőgépet kerestünk, mégpedig egy Fokkert kerestünk, és az is meglett, és amikor a Fokkert megtaláltuk, akkor lett meg ez a Hetzer, és rögtön rácsaptunk, és gyakorlatilag eléggé ügyesen el tudott jönni Magyarországra a Magyar Posta. Annak érni, hogy német, ugye az oldal Hollandiában adták fel a csomagot, és Németországon keresztül hozta le a holland is, a Holland Posta is egy ilyen futár, hát a posta küldeményként jött le a repülőgép, őt pedig egy Spring futárszolgálat, tehát fölvette a Holland Posta, de a Spring futárszolgálattal küldték tovább, és végül is a posta hozta ki Magyarországon, ez a Spring is a Magyar Posta állt kapcsolatban. Így került hozzám a Hetzer, és nagyon boldog vagyok. Ugye így már csak a jak, ugye egy párduc, egy vadászpárduc és egy jakpancer 4-es hiányzik a gyűjteményből, és akkor teljes lesz elvileg a gyűjtemény. Tankok szempontjából én úgy gondolom, és ennyi. A másik nagyon fontos és jó hír, ugye akik nézték az adásaimat, és ugye a G4-es Mercedes okán ugye maradt egy gyűrű, ami kimaradt a dologból, és én írtam nekik, és mondtam, hogy szeretnék még mellé egy, tehát ugye leírtam, hogy mi az, ami kimaradt a készletből, és szeretném ezt a dolgot meg, és egy ilyen küldeményként megérkezett Magyarországra, a szándékosan kirakom a nevemet, mert aki ismer, az tudja, hogy hívnak engem, aki meg nem az, meg a címet nem szeretném megmondani, mert a cím, amire jött az édesanyám címe, és nem szeretném, hogyha ha valaki ezt felhasználhatná. Tehát így jött meg, egy ilyen buborékos borítékban jött meg, és ugye rajta volt, hogy 2270, és ugye kiderült, hogy a sapka sem volt az igazi, tehát egy sapkát kértem, és azt a G-gyűrűt, úgyhogy megjött így a küldemény. Úgyhogy lehet a Kobihoz fordulni egész nyugodtan, és elküldik. Ha ilyen kicsi dologról van szó, akkor valószínűleg ilyen ajánlatlevél, nemközi ajánlatlevélként adják föl, és elküldik a címre, úgyhogy én nagyon-nagyon korrekt hozzáásnak tartom ezt. Na de most akkor menjünk tovább, és akkor kezdjük ezt a Jagdpanzer Hetzert a megépítését. Ne csak beszélgessünk, ugye maga a készlet az 420 kockából áll, amint itt látjuk, és mindösszesen egy figura van hozzá, egy ilyen gonosz, félszemű, valaki állít a tornyába, azt mondja, hogy a 25 centi hosszú lesz csővel együtt a Hetzer, 11,5 centi széles lesz, és 9 centiméter magas, ugye így fog kinézni, amikor elkészül, ilyen volt, amikor élőben nézett, nyitható a motorház fedele neki, billenthető a csöve neki, ugye igazából nyitható a fedele neki, 44-től 45-ig írja, hogy addig volt szolgálatban a németeknél, könnyű tank, tehát tank, hogy hívják ezt, tankvadász, de ugye vadászpáncélos, szerintem inkább ezek vadászpáncélosoknak mondanám inkább, úgyhogy mindösszesen 15,75 tonna volt, 60 mm-es döntött páncélja volt, neki a legnagyobb, és egy darab 7 feles PAK 39-es lövege volt, neki azzal tudott tüzelni. A motor volt még egy darab 792-es MG-re 34-es ugye gépfegyver a fegyverei közt, és egy Prága 6 hengeres benzinmotor, ami 158 lövés, ezt hajtotta. A maximális sebessége 42 km/h volt műúton, ami 26 mérföld per órának felel meg, és mindösszesen 4 volt a legénysége, hogy őt fogjuk megépíteni most.
ugye a jár még a dologhoz, ugye jár ez a masinegever, ugye Firon Dreiszik, nem Firon Dreiszik, igen, és ugye egy STG Firon Firzig jár hozzá még. Leírják, hogy ugye ez a MG34-es az ugye 36-tól 45-ig szolgálatban volt, 7.92x57-es Mauser lövedékkel lőtt, és 7.62 méter per szekundum volt a lövedék sebessége. A STG-44-nek pedig ugye 43-tól 45-ig volt szolgálatban, 7.92x33-as lövedéke volt, neki Kurz lövedék használtak vele, és a sebessége 685 méter per szekundum volt. Na, ennyit tudunk erről a dologról, és ugye a kerekei láztapai forognak neki, és elvileg ugye még mozgatható neki a gépágyúja is minden irányba, és ugye egy tank commander jár hozzá, azt írják ide. Na, hát akkor kezdjük el, és akkor bontsuk ki a hetszerkét, ha már megérkezett. Más szerettem volna csinálni, de amikor megérkezett, annyira boldog lettem tőle, hogy itt van, és hogy meg lett. És ugye pont pár adás előtt írt egy néző komment, és mondta neki, megvan a hetszer, és én a szó jó értelmében marha így voltam őre, és végül is és sikerült, és egy isteni csoda volt az egész. Akkor nézzük meg, hogy mi fog jönni. Van egy kettes zacsink, ami igen vaskos, van nekünk egy csomó másik fajta zacsink, ilyen kicsikék is vannak itt, hát akkor szóljuk, hogy ki, hogy mit jönnek ki belőle. Jó, belenézünk, aha, jó, nincs benne semmi, és amint látjátok, most meg is próbálom nektek, nézzétek meg, azért ez egy jó régen készült, ugye Mielecsben készült, és ott van, hogy 2017. 11.20-én, tehát ez már 3 éve elkészült, és ott várt, engem várt. Jó? Tehát én nagyon boldog vagyok, mert engem várt a headset, hogy én megszerezzem őt, és eljusson, és a kés testvérkéi mellé, ugye a Panzer 38T és a Marder 38 mellé bekerüljön, és ez tök jó, megmondom őszintén. Itt úgy látom, hogy ez nem jár ilyen kis kártya, így van, nem jár hozzá akart, hogy ezt jegyzik sem. Ugye itt van az SDKVZ 138 Marder 3, ugye ő megvan, tehát ő a másik kis testvérke, és akkor van még egy Panzer 38T, aki szintén, ugye a Leopard az megépült, azt nem láttatok, mert azt ajándékba kaptam karácsonyra barátnőmtől, és akkor éppen nem volt érkezésem rá, hogy én ezeket felvegyem, vagy streameljem, és akkor itt van a dolog lényege. Jó. Először azt mondja, hogy 6 darab kis zacsira van szükség, itt a kettő zacsóra félre is rakatja velünk. Tehát azt mondja, hogy 6 darab zacskó van. 1, 2, 3, 4, 5, és tényleg 6, és van még ilyen ebből kettőnek kell lenni, ilyen labból, és ebből a hosszúból meg egynek. Jó? Tök jó. Mindjárt az elején mondja, hogy uvaga van, mert kétfajta ilyen döntött, van A és B valami. Jó, kezdjük el, vágjuk fel a csukjuk össze ezt a izét egyelőre, a füzetkét, és akkor vágjuk fel az acsikat, és én úgy gondolom, hogy szerintem most nagyon boldog vagyok, meg vagyok illetődve, srácok, hogy ez a valami megjött nekem, tehát nem tudom. És tényleg megint, tehát az ember nagyon fontos, hogy az embernek olyan párja legyen, aki tényleg a párja, mert a Nancy rengeteget tesz azért, hogy nekem ezek a dolgok megérkezzenek, tehát ezt is ő rendelte, részben ő ment utána, ő nézegette, hogy akkor megvan-e. A repcsi, ugye akartam rendelni, és nem tudtam repcsit rendelni ebből a fokkerből, amit majd látni fogtok, és ugye, mert már Richthofen-féle, a DR1-es fokker megvan,
És megmondom őszintén, hogy akartam még egy kérfelelőt, ami megint ilyen jelentős, és akkor ennek utána mentünk, és ugye ő utána járkált, ő ráfeküdt a netre, és kereste, hogy hol tudnánk ilyet, és ugye végül is az Amazon.de volt, ahol megtalálta, mondta, hogy akkor megrendeljem neked, és mondtam neki, hogy hát akkor nézzük meg, hogy mi újság van, megrendeljük, és akkor, amikor ez megtörtént, akkor nézzük meg, hogy mi van, milyen kobi van még. Fölopta a headset, mondom, azt a headset, azt elengedem, mondom, azt klikkelj rá, az kell. És ugye azt írta, hogy nincs már csak egyetlen egy darab bajom, azt elenged, az jönni, annak haza kell jönni, az, annak itt a helye. És akkor ugye azt is megcsináltuk, és ugye volt egy kis várakozási idő, mert úgy tűnt, hogy nem jött össze a dolog, vagy nehezen jött össze. OTP-nek nem jöttek az értesítések, hogy ugye megtörtént az utalás, és akkor utána nézegettük, és akkor elindultak egyszer, csak ugye átment az utalás az OTP-től. Tök jó volt, és nagyon tetszett, megmondom őszintén, hogy oh, nagyon jó érzés volt. Egyszerűen nem tudom, hogy mennyire hallatszik a hangom, hogy nagyon fel vagyok dobódva tőle, hogy ez itthon van, és nem tudom, hogy örültem-e valamelyik tagnak ennyire. Tehát egyébként én játszani is szerettem a World of Tanks-ban headsellel, én sosem trollágyúval játszottam, hanem a normál ágyúval játszottam, tehát az ilyen headbrödössel, és én bitangul szerettem a headsellt egyébként, tehát hogyha tier-ében volt, vagy még mondjuk ugye tier 4-es volt és tier 5-ösbe fölkerült, akkor még ott sem volt különösebben probléma a headsellel, mert elbírt a lövedéket, tehát simán, és át is ugyott bárkit, tehát igazából nem volt vele gond. Ha jól megmozgatta egy kicsit jobbra-balra, akkor lepattintott dolgokat, tehát igazából azt kell mondjam, hogy jó volt vele játszani, és mai napig megvan nekem. Hát a botrány az, hogy elment a gépjavításra, a nagy számítógép, komoly számítógép, és akkor hát bevizsgált a cég, ahol vettem, a First Shop, és mondták, hogy tényleg rossz, de el kell küldeni a gyári márkaszerűzbe, mert hát ha meg tudnak csinálni alaplapot. Hát egy alaplapon, ami nem működik az a hangchip, meg nem működik a LED-világítás. Nem tudom, hogy mit fognak rajta forrazgatni, mit csinálnak vele, de legyen szerencséjük, én nem hiszem, hogy működni fog. Na. Jó. Oké. Na, akkor kezdjük el az építkezést, mert ezt a komoly hadzacsit felbontottuk. Ugye azért 420 elemből áll, az nem sok, de nem is kevés. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szerintem először nekünk mit kell elővenni? Elő kell venni, a két kicsi az nem kell, kell először, megmondom őszintén, ez a nagy kell, először. Jó, és kell nekünk hozzá feketéből, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2x8-as fekete vastag kell 3 darab ilyen. Ilyen 1, 2, ne dőljen, eldől, mert rajta van a vezetékeken, de most már nem fog belevesztem róla. Jó, és akkor megyünk elő még egyet, ami 8-as. Jó, meg vagyunk. Na, ugye ezt meg kell fordítani, és hát úgy kell kinézni az egésznek, és próbálom magam elé is szedni, hogy amikor elsőtől ez 1-2, és a fele látszódjon ennek a valaminek. Tehát igazából valahogy úgy kell föltenni, hogy 1-2 és a fele kilátszódjon. Igen, utána két félnek kell kilátszódni. Hát ez érdekes, na mindegy. Hú, de érdekes. És aztán megint... Ott megint így kell ilyen hosszabban, hogy 2,5 látszódjon. Nem teljesen egyformán fog lenni ez, az hogy van így? Szerintem nem tudom, szóval mindegy, jó. Na nézzük meg, hogy itt mit látsz. Két felet látsz, hogy ki látszódik. Aha, jó. Szerintem ezt arrébb kéne még egyel tenni. Vagy ezt kell még arrébb tennem. Ezt kell középre tennem, ezt arrébb kell tennem ide. Így. Szerintem ezt így kell föltenni. Így. Így van. Igen, 1,5 látszódik, jó. Nem látszódik rendesen a rajzon, de szerintem ezt így mindjárt ki fog derülni. Azt mondja, hogy fog kellene nekünk ilyen feketéből, ilyen, nem is használtunk még ilyen elemet,
Ott a Kobe nem is olyan gyártott ilyet, nézzétek meg ilyet. Ilyet, ebből azt mondja, egy. Na, keresd a másikot. Megvan, kettő. És kell nekünk 2x4-esből, ilyen fajtából, 3 darab, 1, 2 és 3 darab, jó. Na most, elejére föl kell tegyük ezt így ide, akkor meg is van, hogy ugye így kell neki lenni, ezt középre kell tenni, egyértelmű, így. És utána, aha, tehát biztos, hogy úgy kell csinálni, amit mondtam, mert nézzétek, meg középre be kell tenni a feketét ide, középre, így ide. Egyszer, aztán be kell tenni ide még egyet, tehát pont egy annyi távolságra, kettőnyi távolságra, és a harmadikat azt mögé kell neki majd tenni, mindjárt felkezdtük a helyére, mert lecsúszna. Tehát így, így itt vagyunk, ez így néz ki most. Jó, megvan a kettes kép, lapozzunk tovább. Na most, hát kell nekünk 8 darab ilyen tengely, valami ilyen, ilyen 2x2-es, amin át fog jönni a tengely, tehát ilyet keressünk elő, 8-at, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. 8 megvan, nagyon jó. És kell 8 tengely, tehát ilyen fekete, 4-szög tengely kell 8 darab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 megvan. Akkor megvannak ezek, akkor át kell dobdosni rajtuk a tengelyeket, és akkor egyenként fogom csinálni. Ugye az elsőt, azt ide kell tenni, ide így. Így ide kell tenni. És ide kell tenni, ide meg ide. Na és akkor teszegessük fel őket, mindjárt mutatom, hogy hogyan, hogy hol kell föltenni. A következőt azt ide rakjátok fel. Így. Aztán ugye a harmadikat azt ide fogjátok föltenni. Így. Itt van az eleje, az a döntött. Ugye 1, 2, 3. És akkor megfogtok még egyet. Azt pedig a végéhez kell föltenni, ide kell föltenni, és a másikat pedig ugye a másik oldal 1, 2, 3 és 4 föl kell tenni. Jó, ezt nem fogom külön mutogatni, csak föl fogom helyezni, de oda fog fölkerülni ez a másik három, pontosabban 4 is, ahová az előző 4 került föl, csak a másik oldalra, és akkor ezzel eléggé masszív kis, ugyanolyan masszív kis dög lesz, mint a vadban, tehát, vagy mint a valóságban, és szerintem nem volt ez rossz kis tudsz, nem volt egy nagyon, nagyon hatékony, de szerintem alapjában nem volt nagyon rossz. Na, és akkor egy ilyenünk van, ugye így néz ki, ennyi, kis, ekkorka lesz a hetszer különben, és akkor kell nekünk olyan lap, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2x8-as, fekete kell, 2x8-as fekete, ilyen lapos, ebből kell 2, 1 és 2, és 2x4-esből is kell 2, ugye ilyen fajtából, ebből is 2, és amikor ez megvan, akkor megfogjátok a 2x8-ast, nem a legelejére, hanem ugye egyel visszábra, ide a feléhez teszitek rá ezt, így ide, és akkor rá kell pattintani a helyére, és a 2x4-est meg emögé kell föltenni, tehát hogyha jól látjátok, ugye marad a végén is egy hely, meg itt is marad egy hely, de végül is megfogja az egészet, a másikat meg a másik oldalra kell föltenni, ugyanígy, nagyon szuper. Jó, megvagyunk, és akkor lapozunk is tovább, és megyünk tovább, nagyon jó. Jó, most akkor azt mondja nekünk ezek után, hogy ugye fordítsuk meg, ugye így van és így fordítsuk meg. Jó, ezek után fog tőlünk kérni, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1x8-as, 2x8-as
laposból egy darabot, laposból így van, egy darabot, kell ilyen T-alakú, 4-es, 2x4-es T-alakúból ebből kettőt kell előteríteni. Itt a másik, így van. És kell nekünk azt, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2x10-es vastag feketéből kell kettőt elővennünk, jó? Amikor ez megvan, akkor megfogjátok a 2x8-as talaposat, azt a legelejére fölpattintjátok, így mi. Mögé röhet rögtön a 2x10-es az oldalára, így ide, az oldalára, így, nagyon jó. És a másik oldalra jött a másik 2x10-es, nagyon szuper, így. És a végére pedig a T betűket ugye föltesszük, mégpedig úgy, hogy így fölfele álljanak a dolga is, hátra meg majd így fog kinézni. Rátesszük a másikat is, és akkor ilyet látunk. Nagyon jó. Oké. Na. Érdekes, most megint jön két ugyanolyan T betű, ilyen, tehát ebből megint kell kettőt keríteni, egy és kettő. Kell, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Egyszer 8-as, fekete laposból kell 3. 1, 2 és 3. Jó, és kell 2x3-as fekete vastagból. Na, az vajon melyikbe lesz benne? Igen, ilyen 2x3-as, ebből kell 2. 1 és 2. Jó, amikor megvagyunk, akkor fel kell pattintani a T betűket ide erre a 2x8-asra előre, így 1 és 2. Az 1x8-as feketét azt mögé kell ide tenni, így is rápattintani ide. Utána be kell tenni a 2x3-as fekete vastagot ide erre a részre, így, és akkor végigraktuk a sort, lehet látni. Ugye betesszük ezt is a helyére, nagyon jó. És a két darab 1x8-as, az pedig így erre a T betűkre rá kell pattintani. Azt mondja, hogy egyszer. Na, jó, megvan. És kétszer. És aha, és hogy rápattintatok, pontosan, hogy olyan magas lett, nézzétek meg, itt ez teljesen szintbe került. Tök szuper. Na, jó, akkor fog kellene nekünk most, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2x8-as fekete laposból, tehát ilyen fajtából kell nekünk kettő darab, 1 és 2 darab, jó, kell nekünk két tengely, ilyen 2x2-es tengely hosszú, 1 és 2, és kell két picike kerék, a két picike kerék az itt van, két ilyen barna, sötét barna kerék kell, mindjárt fogok mutatni belőle egy darabot, az lesz a felső láncvezetője a hetszernek szerintem, ugye ilyet kell keresnetek, mindjárt mutatom, ilyen kereket kell keresnetek, jó? Így néz ki, oké, na most, kapásból fogjuk, ugye rátesszük a tengelyre ezt a barna kereket, úgyhogy kifele így nézzen ki, jó? Ezeket fölpattinthatjátok szépen a helyére, és amikor ez megvan, akkor fogni kell egy darab 2x8-ast, ide föl kell tenni a legelejére, ezzel elértük azt, amikor fölpattan rendesen a helyére, így, most már rendesen a helyén van, hogy az egész még mindig nincs a helyén teljesen, tehát lehetett látni, hogy följebb állt. Jó, az egész felület sík lett. Jó, és a következő 2x8-ast azt föl kell tenni a popsijára ide. Ide a T-betű, ugye most lukacsos volt, és amikor fogjátok, akkor föl kell tenni, és akkor nem lesz lukacsos többi a feneke. A cucca. Jó. Így rajta van. És utána az elejétől ki kell számolni, hogy 1, 2, 3, 4 és 5. Tehát
innen ugye van 1-2, tehát 1-2, és az 1-2-3-4 és 5 kimarad, és ide kell föltenni a kis tengelyt, ide, így. Tehát mutatom még egyszer, ugye innen, ugye itt ez a 2, most raktuk be az előbb, és onnan az, akkor innen nézzük, akkor 7, 1-2-3-4-5-6-7, le kell tenni az elejétől. És a másikat meg a másik oldalra. Jó, így. Nézd ki, nagyon szuper. Na, akkor most kell két darab, egy és kettő, kétszer négyes. Azt mondja, egy, kettő, három, négy, öt, hat, kétszer hatos lapos feketéből kell megint kettő darab. Így, jó. Amikor ezzel megvagyunk, akkor ide fogjuk tenni a kétszer hatos között a tengely elé, és abból látjuk, hogy jól sikerült a dolog, hogy ugye csak egyetlen egy maradt előtte, tehát lehet látni, hogy egy maradt előtte, tehát tényleg hétnek kellett lenni, úgyhogy jól számoltunk az előbb. Utána fogni kell, föl kell tenni az elejére a kétszer négyest, ide még, itt még lukacsos, ugye az eleje még a furt bütykök vannak az elején, hátulra pedig már a simára kell föltenni, hanem a teli bütykökre kell föltenni a közepére ezt a valamit, tehát így fog kinézni az egész. Na, szuper. Egész jól haladunk, srácok, lányok, hogy rendesen peregnek az események, megmondom őszintén. Tehát ez már most megnyerő a hetszerke. Na most, fog kell nekünk ugye ismét ebből a fajta ilyen tengely rögzítőből kell nekünk 4, 1, 2, 3 és 4, nagyon jó. Kell 4 darab tengely, ilyen fajta, jó, 1, 2, 3 és 4, nagyon jó. És kell nekünk egy 1x8-as fekete lapos. Ilyen. Na most, fogjuk a tengelyt, ugye átcsúsztatjuk, és az elején föltesszük így ide az egyiket, így a helyére. A másikon szintén úgy átcsúsztatjuk a tengelyt, mikor átcsúszott rajta a tengely, akkor ezt a másik oldalra tesszük ide. Így. És akkor megvan az a két hajtókerék. Jó, a hátuljánál ugyanaz a szituáció, átdugjuk a tengelyt rajta, és akkor emellé a cuccos mellé fölpattintunk egyet, és a másikat a másik oldalra. Nagyon jó. Az 1x8-as pedig ugye itt kimaradt egy sor az előbb, ugye lehet látni, hogy lejjebb van, és ide be fog csúszni az 1x8-as, és megint ez az eleje az egészen egy magasságra emelkedett. Nagyon jó. Na most fognak színesedni a dolgok. Fog kelleni nekünk... Jó. Fog kelleni egy ilyen lap egyszer. És fog kelleni, mindjárt mutatom nektek, kell majd egy ilyen háromszög, ami kétszer kettes aljú, ilyen világos barna. Kell ilyenből majd egy sötétebb barna. Jó. Kell egy ilyenből majd egy zöld. Igen. Itt van. Jó. És kell feles, most kell az A betűs. Jó. Hát nem tudom, a B betűs milyen. Ez nem az. Jó. Hát lehet látni, nézzük meg az A meg a B betűs között, mi a különbség az elején. Az A betűs magasabb. Jó. Oké, máshol is találjuk,
Éppen ezért az A betűs, az itt van, ez magasabb lesz. Mindjárt kell egy ilyen barna belőle, meg kell egy világosabb barna. És megmutatom nektek, hogy mi a különbség a kettő közt. Előveszek egy sötétbarna B betűset. Az A betűs az így néz ki, a B betűs meg így. Lehet látni. Tehát magasabb, sokkal magasabb a B betűs, jó? Tehát a B betűs, az A betűs, a B betűs az a laposabb, az A betűs a magasabb, bocsánat. Rosszul mondtam. Utána meg kell fognatok ezt a nagy lapot, és ezt így rá kell pattintani ide a popójára, a headsernek. Így, mi? Így. És akkor ezzel meg is volnánk itt, jó? Az elejét pedig úgy kell neki megcsinálni, hogy kezdeni kell ezzel az A betűs elemmel, ami ugye ilyen, hát ugye csak a barnát mondja, hogy A betűs elem, tehát kell egy ilyen fajta, kell mellé egy barna, egy sötét barna, így, ide, kell mellé egy világos barna, teljes kávészín, kell mellé egy zöld, és ugye most kell, amit ő A betűs elemnek hív, mert a barnából van A meg B betű, az A betűs elem kell ide a szélére. És akkor megvan a headsernek az orra. Tökéletes. Menjünk tovább. Na most. Fog kellene nekünk 4x8-as. Ilyen. Egy darab. Kell 3 darab. 2x4-es. 1. 2. Na. És 3. Nagyon jó. De van egy kis műnyög öntetse. Még nem volt az igazi. Jó. Azt mondja, hogy kell nekünk olyan, ami 1x8-as. Ugye ilyen. Lapos. És kell olyanból, ami sima. Na most ezt megint ugye úgy csinálja meg, hogy ugye össze is mérhetnénk, hogy egyforma hosszú legyen ez, de mérjük rá ide, ugye ez egy az egyben rámérjük, és akkor jó, és ilyenből is egy kell. Jó. Így néz ki a tankunk. Ide a leges-leg elejére kell föltennünk a 4x8-ast, mégpedig igen. Tehát úgy, hogy a legelejével itt színeljen. Így, amikor ez megvan, akkor föl kell tenni a popsiára neki egy 1x8-as így legvégére, így, és a 2x4-eseket föl kell tenni a két szélére egyet, így, egy, és a másik szélére meg még egyet, így, és egyet pedig középre, így ide. Így. Ez mikor ez kész van, akkor ezt a sima elemet, ami ilyen, azt pedig ide alulra kell föltennünk. Így, erre rá kell pattintanunk. És ezzel megvolnánk, jó? Oké, menjünk tovább. Hát már a kerekek jönnek, srácok, hát ez brutális. Na. Ez brutális. Nagyon haladunk. Nagyon haladunk. Na, kell nekünk barna kerékből, ilyen világos barna kerékből kell nekünk egészen pontosan 4 darab. 1, 2, 3, 4, és kell sötét zöld kerékből is ilyen fajtából, kell 1, 2, 3, és itt a negyedik is megvan. Amikor ez megvan, akkor kell nekünk egy ilyen, olyan, mint a toronyforgató szokott lenni, egy ilyen növegtalp. Igen, kell nekünk egy motor. Ugye itt van. És kell nekünk még egy ilyen nagy, és ezzel is használjuk az egészet. Jó. Tehát a legelejére fogjuk, és semmi más dolguk nincs, mint fogjuk, rátoljuk ide a kis kereket teljesen a helyére, és mikor rátoltuk, akkor rátoljuk a következő kereket. És akkor ennyi. Hát fogjuk, és akkor a következőt meg rátoljuk így. Itt lesz az eleje. Jó?
A másik oldalt a szint úgy fogjuk, rátoljuk. Egyszer, kétszer megvolnánk, ugye így megvan a két kerék. A zöldeket ugyanúgy föltesszük a fenekére. Így, egyszer, ugye, és akkor erre csak rá kell tolni a másikat. Kétszer, ugye itt megvan. Másik oldalra szint úgy, nem kell mutatnom, szerintem tudjátok, már ügyesek vagytok. Na, és akkor másikat, és akkor ugye így itt van, meg vagyunk a kis gokart. Jó, utána ezt a nagy lapot be kell illesztenetek ide, ugye itt van pont a helye, tehát ez pont beleillik ide így. Így ez pont beleillik, próbálom megvillantani a fényben, hogy látszódjon, pont a helyére pattam. Így, nagyon jó. Ez elé kell tennünk úgy le ezt a rövegelványt, hogy pont ez elé essen, és itt három maradjon ki. Tehát itt kétszer három maradjon, itt meg maradjon ki, kétszer egy maradjon. Így, és a motort pedig úgy kell föltennünk, hogy így előre felálljanak a kipufogócsövei, és ezt szabadon kell hagyni, és mögé kell pattintani. Így. Így kell föltenni, jó? Oké. Na. Jó. 2x6-os vastag feketéből kell nekünk kettő darab. Jó, kell nekünk, azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1x8-asból kell nekünk egy darab. És a másik az meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1x7-es, az meg picit egyen rövidebb, ha az itt lesz külön. 1x7-esből meg kettő kell. Igen, ez a 1x7-es. Tehát 1x8-asból kell egy darab, 1x7-esből kell kettő darab, és kell még egy darab 1x4-es fekete, lapos, kutyos, rohannan. Meg fogjuk találni, azt is higgyétek el, meg is van. Mégpedig itt. Jó. Oké. Következő, a 2x6-ost, azt fel kell tenni így ide. Ugye ennek megütközik, nem tudod tovább tolni. Ezt ide rakod föl. A másikat meg egyértelmű, a másik oldal úgy föl fogod tenni. Hát egyértelmű, hogy nem oda fogod tenni, hanem úgy, hogy csak kettőt hagyjál az elejéről, és ide rakod föl a másikat, a 2x6-ost. Így. Tehát őt nekiütköztettük ennek, ezt a 2x6-ost, ennek a talpának, ezt pedig föltettük, hogy kettőre van az elejétől. Jó. Az 1x8-ast, azt neki kell ütköztetnünk ennek, így megint, így ide. Így, nagyon jó. És az 1x7-est pedig egyel beljebb, de ide kell föltennünk így. A motor mellé mindjárt. Így, ide raktuk föl. A másikat a másik oldalára a motornak. Így, meg vagyunk. És az 1x4-es pedig a motor mögé. Ide kell betenni. Így, és akkor ez így itt körbe van kerítve a motor. Tudom, hogy hogy tudnám megvillantani, úgyhogy eléggé jól látszódjon. Jó. Na most, kell nekünk egy darab 2x6-os fekete. Igen. Kell nekünk két darab sötét barna 1x4-es. Egy és kettő. És kell nekünk egy darab sötét zöld 4x6-os lapos lap, és kell még egy darab világos barna 4x6-os lapos. Jó. A 2x6-ost azt ide be fogjátok tudni illeszteni, ide így. Ide bemegy, és meg is volnánk. Nagyon jó. Utána föl kell tenni ide az 1x4-est, ide fölpattintjátok, és mellé kell pattintani a sötét zöld lapot így ide.
egyszer, a másik barnát megint ide kell pattintani, így, és mellé kell a világos barna lapot ide melléje, így. Így. Hát ez egyelőre még elég instabil, de majd ez stabilizálódik a későbbiek folyamán szerintem. Jó. Magyarul. Hát is itt a vége. Hát itt fogjuk majd folytatni, ugye. Itt fogjuk majd folytatni a második résszel. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Ugye a 15-ös képnél fogjuk abba adni, rá is teszem a headset, hogy nagy ellapozódjon. De azért eléggé jó haladtunk, nem? Tehát szerintem egy elég komoly alvárat már sikerült megépítenünk. Úgyhogy itt van. És ugye tudjuk azt, hogy a Kobi elküldi a hiányzó alkatrészeket, ez nagyon-nagyon jó dolog. És tudjuk azt is, hogy Ábrától nagyon óvatosan, nagyon gondosan, de lehet beszerezni még régi készleteket is. Majdnem sikerült beszereznem egy Mercedes 3000-es teherautót. Ugye azt már építettünk egyet, az a 2455 Aladár, ami azért 2455 Aladár, mert ambulans, tehát mentő autónak kikiáltott, tehát ilyen vörös keresztes logó van rajta, és volt ebből egy sima, amihez tartott két katona, egy láda aranyudokkal, mintha a németek aranyudokat próbáltak volna csempészni, hordókkal, bombákkal, stb. És én ezt a magyar Emagoldron találtam, és a Bestmarknak lett volna a terméke, és én megnéztem a Bestmark oldalán, és nem az volt ott, hanem az A betűs modell, és utána jártam, és azt kaptam volna meg, úgyhogy nagyon figyeljetek, a gyűjtő oldalaknál mindig meg kell nézni, hogy az adott cég ténylegesen forgalmazza azt, vagy esetleg egy később modellt forgalmaz, mert képesek kiküldeni, és ugyan vissza tudjátok küldeni, de a postaköltség, meg a futárköltség tiétek lesz, jó? Ez nagyon fontos dolog, nagyon fontos információ, úgyhogy a gyűjtő oldalak ebből egy ilyen EMAG, ALZA, stb. Erre figyelni kell. Az Amazon is gyűjtő oldal, de azért ott eléggé jól leírják ezeket a dolgokat, legalábbis úgy tűnik, hogy igen. Jó? Én ennyi voltam már, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, egy lájkot, hogy a csapatok, ha tetszett, és gyertek el legközelebb is. Sziasztok!